Na helló, srácok! Mai nap ezt a remekbe szabott Monster VMAI TV-t fogjuk unboxingolni és megnézni, hogy mit is tud ez a TV. Megtalált egy kínai webáruház, hogy mutassam be ezt a terméket, cserébe megtartatom a kütyüt. Persze, hogy igent mondtam rá, úgyhogy ha jót akartok nekem, akkor a leírásban található linkre rákattintotok. Nem kell megvenni, csak rákattintotok, és látják, hogy van érdeklődés a kütyű iránt, így küldenek még nekem ilyen ketyeréket, úgyhogy tudok próbálgatni ilyeneket, úgyhogy ha van kedvetek, kattintsatok, nektek csak egy kattintás, nekem meg jönnek ilyen kütyük. Amit ígér a történet. Outdoor Fun Hub 4, karaoke, video games, live events, guitar, party, moving and TV series, 60 watt, erre nagyon kíváncsi leszek egyébként. Egy viszonylag drága cuccról beszélünk, ez azt hiszem 145 ezer forint környékén van, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan szól, mert ennyi pénzért jó kell, hogy szóljon. 10 óra üzemidő, 30 óra zene, illetve 10 óra film, 30 óra zene, IPX4, cseppálló, antifall, IPS kijelzőst, 15,6x1080p HD, 5 volt 2,1 amperes töltő, Bluetooth, digitál TV tuner. Hát gyerekek, én rettenetesen kíváncsi vagyok, hogy mit tud ez a ketyere ennyi pénzért, úgyhogy bontsuk is ki. Hogy mit tudhat ennyi pénzért egy ilyen cucc. Kis hungarocel dobozban érkezik, itt már van rajta egy Monster felirat. Ha vegyük ki a dobozából. Esküszöm, hogyha ez jól szól, akkor emelem a kalapom előtte. Ez jó nagy. Van itt egy elég vaskos leírás, és ráadásul igen igényes kivitelben. Nézd már, még színes. Mi a fene? Erre azért úgy adtak. Na jó. Ahogy Tomi szokta mondani, ez a gyártó véleménye. Itt egy USB, mikro USB kábel. Van itt egy jack-jack kábel, ezért mindenre is fel van készítve, úgy látom. Egy távirányító. Kíváncsi vagyok, hogy elemet adnak-e hozzá. Adnak hozzá elemet? Legalábbis. Ott volt rajta. Ó, igen, van benne elem is. Szuper! Hát te meg mi vagy? Milyen jó ez az acsi. Nézzétek már! HDMI, meg USB-C. Mi a fene? Van itt egy hálózati kábelünk. És antenna! Gyerekek, van hozzá antenna, nem áll! És figyelj, aktív eszköz, mert hogy van rajta egy USB. Hát ez nagyon kemény. És van hozzá egy digitális antenna. És mindehhez, figyeld, adnak egy szütyűt. Na jó, ez túl szép, hogy igaz legyen. Nézzük, mit ad a hátulja. Tépőzár. Miért van rajta tépőzár? Ne! Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Tetszik! Gondolom a kábeleknek kis cucc. Ott az USB, még egy HDMI, meg a TV antenna. Tök jó. Mi van még itt? Egy bekapcsoló gombunk. 15 voltos DC és a 220-as csatlakozója. Nézzük meg előről. Hát ez nagyon király. Teteje nagyjából úgy néz ki, mint egy kaputelefon. Over és hangerőszabályozó, kapunk itt is egy kijelzőt. Mikrofon, echo, öcsém, USB, gondolom játszik USB-ről is.
HP-out, gondolom headphone. Videó, ja, ez egy nyomógomb, azt ne akarjam kitépni onnan. Tök jó. A fogása az jó. És nem az a tejfölös doboz műanyag. Fémből van ez a rács rajta. Röffentsük be. Már is jelzít nekünk a kütyű, hogy ő életben van, legalábbis áram alatt van, mert hogy itt hátul a főkapcsoló. Display. Mi a fene? Hát ez nagyon jó. Oda nézzetek. Milyen képe van ennek? Ne. Gondolom itt szeretné, hogy kiválasszam, hogy milyen nyelven akar velem beszélni. A nyilván csinglis. Tunetype. Hungary van benne Magyarország. Ja igen, és itt van hátul az USB-nek is a helye. Szóval ide raktak egy USB-t. Szóval nem csak mellé hányták ezt az antennát, hanem ez így ki lett találva. Nem azért a 2 forintért gyerekek, de ennek rohadt jó a képe. Hát én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen mocsok jó, és valószínű még a fényerő le van véve egyébként. Ah, very satisfying. Gyerekek, ez rohadt jó. Nézzük csak meg a menüjét. Auto tuning. Nézzük meg a signal information-t. Helyett. Standard, soft, user, contrast, brightness 50%-on van. Na nézzük meg, mit tudsz. Ez jó. A képe az engem megvett kilóra. Ez nagyon király. És ugye itt van a menü, tudod válogatni a izéket, csatornákat, amiket befogott. Jó, most Király TV, nincs benne kártya, gondolom, van benne kártyaolvasó. Mert a hangjára vagyok a leginkább kíváncsi. Fogunk egy ilyen mobiltelefont. Monster Outdoor TV. Hát ez király. Na jó. Itt is tudok hangerőt adni? Ne! Ez jó. Gyerekek, ez jól szól. Ettől féltem a legjobban. Bár a Bluetooth-ban hallok egy ilyen kis pisszegést. Nem jóra volt állítva a telefonnak a hangja. Mindjárt újra betöltetjük vele. Csak így elég nehézkes. Aha. Mert csak 360-ba játszott. Csak nem tudja tölteni a telefon. Keressük meg az FM rádiót. Hogy hát, hogyha... Egy aksi százalékot azért valahol mutathatna. Gyerekek, ez jó szó! Ettől féltem a legjobban, hogy majd izé egy hurkalé lesz az egész, de nem, tök jó szó. Ez tök jó szó. Egyből az jutott az eszembe, hogy mi lenne, hogyha rákötnénk egy PlayStation-t, és játszanánk vele. De mondom, belekukkantok még a menübe. Van itt ugye
Nyelvválasztásunk nyilván nincs benne, csak egy pár nyelv. Jaj, azt mondja, melyik volt menü. És akkor itt oldalra lapozunk. Color temperature, aspect ratio, noise reduction. Itt azt vártam volna, hogy lehet még adni rá egyébként fényerőt. Dinamikus, hát a fényerőtől nem vagyok annyira elájulva. Nem rossz, nem rossz, de ezt mondjuk lehet, hogy kint nyáron annyira nem látod. Viszont a hangja az zseni. Az meglehetősen jó. Elalvás. Software update USD. USB, hát kíváncsi lennék. Le is lehet zárni. Igazából túl sok minden nincsen. Van rajta standby funkció, szóval így ki tudod kapcsolni. És amikor kedvet tartja, akkor újra bekapcsolod. A bekötözött turbános fejével próbálta meg befejelni. Ezt ide bedugjuk. Kemény üveg előtt, hogy ne lehessen összebaszni. Ha, gyerekek, ez egy jó cucc. Féltem tőle, hogy azt kell majd mondjam, hogy nem jó, de kemény műanyagból van, fém az eleje, meg van csinálva. Ez is tök jó, ez a gumi itt a tetején. Ez itt kimondottan tetszik, ez a része. Az, hogy az antenna ilyen mocsok jó, ez is rohadtul tetszik. Kettő dolog, ami nem tetszik. Illetve három. Az, hogy nem játszik USB-ről. Egy filmet, ha beleraknék, vagy bármit, azt játssza már le. De elolvastam a használat utasítást, és semmi. Ez csak egy töltő, a hátulján meg szintén egy adapter az antennának. Vagy zenét akarsz hallgatni, vagy bármi. Azt hiányolom, hogy nem játszik USB-ről. A másik, adhattak volna hozzá egy zacsit. Hogy ezt berakd egy zacsiba, egy ilyen kis szütyőbe, amiben így megfogod, és viszed magaddal. Ez a kettő. Ja, meg az a kis digitális zaj, ami néha hallatszódik, hogyha alacsony jelszint jön be, és felhangosítod nagyon, akkor van benne egy kis digitális zaj. De egyébként ettől eltekintve tök jó. Nyilván a USB-C HDMI kábel azért, vagy a mobilodat tudjad rá tükrözni, és tök jó, de na, egy pendrive-ról csak játszom már a filmet. Így végső konklúziónak annyit mondanék, ha van feles 140 ezred, akkor vedd meg, mert jó a hangja, tök jó bluetoothos hangfal. Hiányolom belőle, hogy nem lehet kártyát beletenni például, így csak a földi adásokat, vagy a ingyenes a földi adásokat. Már csak azokat az adásokat tudod belefogni, ami ingyen van, mert hogy nem tudsz bele kártyát rakni, és így a fizetős témákat nem tudod nézni vele, azt hiányolom, meg az USB-t. Írok is a kínaiaknak, hogy frissítsék a szoftvert, hogy USB-ről is lehessen filmet nézni. Na de cserébe van rajta két HDMI, meg tényleg a hangja az zseni. Az tök jó. Nagyon meg vagyok vele elégedve. Úgyhogy srácok, link a leírásba, kattintsatok légy szíves rá, hogy küldjenek a pingpongok még ilyen szilszarokat nekem.
és tök jó lesz. Nektek lesz tartalom ilyen kínai kütyükről. Nekem meg jó, mert kapok ilyen kínai kütyüket. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!